Lilliput várost főleg a Bauhaus város negyedeként szokták emlegetni, ami csak részben fedi a valóságot, ugyanis a városrésznek van egy markáns, szecessziós, árdekkós századfordulós arculata is. A Váci úthoz közeli utcákban a Kressz Géza, Visegrádi utca, Hegedűs Gyula, Pannónia utca nyomvonalán gyönyörű 1910-es években épült házak díszelegnek. A házak leginkább árdekkó stílusban kialakított lépcsőházai, a kerület rejtett kincsei. A Visegrádi utcára merőleges lényegében a Katona József utca, aminek a végén húzódik a Palatinus házcsoport. Ugye ez a mai Jászai Mari tértől a Radnóti Miklós utcáig három nagy háztömböt jelent. Egy háztömbön belül minimum 6, de leginkább 8 lépcsőház van, illetve a háztömbök között külön közlekedő utcaszerű sétányokat alakítottak ki. A Palatinus házcsoportot a Palatinus Építő Részvénytársaság építette 1911-13 között. Ez a családi vállalkozás, hogy így mondjam, ez a korának leggazdagabb két családjának a tulajdonában volt. Ugye ez a Grünwald Schiffer cégről beszélünk, Grünwald Mohr talán a legismertebb képviselő ennek a familiának, illetve Schiffer Miksa a másik oldalról. Ők vásárolták meg azt a telket, amelyre később felépítették ezt a három házcsoportot, és hát a korának legnagyobb luxus lakóparkja, ma talán ezt a szót mondanánk rá, épült itt fel a Grünwald Schiffer cég beruházásaként. És hát még azt érdemes elmondani, vagy tudni, hogy a Palatinus Építő Részvénytársaság az esetek túlnyomó többségében Vidor Emillel terveztette meg a bérházait, vagy lakóépületeit. Ezt az épületcsoportot is Vidor Emil tervezi. Ugye itt szintén így a ilyen geometrikus, szecessziós jegyek, stilizált növény, illetve állatformák ismerhetők fel. Nagyon sajátos Vidor Emilnek, főleg a homlokzaton majd látni fogjuk a díszítő jegyeit, de itt a belső térben is láthatjuk, hogy háromszög, ovális vagy négyzetformájuk is mezőkben alakít ki, vagy helyezel egy-egy díszítő motívumot. 1911-ben adták át az épületet, és a család akkor az elsők között költözött be a földszinten egy 5 szobás lakásba, ami a déd nagymamámé volt, és ő pedig az építési vállalkozás tulajdonosának az unokatestvére volt. Így, hogy így kapta első között a lakást az unokatestvérétől, aki Schiffer Miksa volt. Gyakorlatilag azóta a generációkon keresztül itt lakik mindenki, a déd nagymamám, nagymamám és az egész család, sorba mindenki. Igyekeztünk megóvni az eredeti állapotot, amennyire lehetett. Sajnos a lift fülkét nem tudtuk megóvni, az egy 70-es években készült, már modern szerkezetű kabin, de lehetőségekhez képest azért valamennyire próbáltuk a burkolattal a stílusát mégis ehhez a házhoz alakítani. A mozaik az egész épületben, nem csak itt a kapu alatt, a lépcsőházban is, minden az eredeti. Az összes fetete csempe és a betétberakások mind ugyanígy építés óta így vannak.